akusztikus koncertek a Damjanich János Múzeum udvarán, ahol retro partit tartottak. Az egésznapos rendezvényen 4 zenekar szórakoztatta az érdeklődőket, köztük a Martfői Rongyszőnyeg együttes. A 4 éve együtt zenélő formáció palettája igen széles. Előadásmódjukat játékosság és sokszínűség jellemzi. Kezdetben mások által megzenésített verseket játszottunk, ma már főként saját dalokat, ezek között van nem egy át újra gondolt népdal is. A rendezvény a Forrás projekt egyik állomása, melynek lényege, hogy több generációt is megszólítsanak, gyermekek és idősebbek közelebb kerüljenek egymáshoz. Azt gondoljuk, hogy magának a múzeumnak a tere egy annyira jó hangulatú rendezvényhelyszín, amit annyira nem használnak ki a szolnokiak, és ráadásul, amikor megkerestük őket, akkor egyből nyitott ajtókat döngettünk, úgyhogy elkezdtünk együtt gondolkodni, és a közeljövőben lehet, hogy lesznek még meglepetések is itt. A rendezvény közvetlen célja a generációk összefogása és a néphagyományok őrzése közösségi aktivitással. Az összetartozás erősítése, a közösségi integráció, valamint a civil társadalom megerősítése.